Wittmann Krisztián és felesége hasonlóan vidáman élik mindennapjaikat, mint ahogyan telt a legutóbbi kávészünet a tepsiben. Árad róluk a harmónia, már annyira szépen alakul minden körülöttük, mint a mesében. Ennek a kiegyensúlyozott életnek a titkáról, az érkező trónörökösről, valamint Krisztián pályafutásáról kérdeztem a Wittmann családot a tepsiben. Nagyon örülök, hogy el tudtatok jönni, még hogyha így gyerkőc nélkül is, illetve hát egy gyerkőccel, mert egy van a pocakban is. Nagyon sok szeretettel gratulálunk, és ezt nekünk egy picit róla, hogy kisfiú, kislány, mikorra várható? Októberre vagyok írva, és kisfiú, Olivér. Úgyhogy nagyon izgatottan várjuk, mert azt gondoljuk, hogy így lesz teljes a család, ugye? Van egy másfél éves Zorkánk, és akkor most már megérkezik egy kis trónörökös is. Zorka, mennyi pihenőidőt hagy nektek? Zorka sem ennyi. Zorka 24 órás, két emberes feladat, de tényleg nem panaszkodni szeretnék, de hát azért így elfelelő mellette kellemesen estjük. Már egyébként akkor nem fáradnál az edzéseken. Tőled örökölt ezt, hogy ennyire mozgékony? Nem tudom, én úgy tudom, hogy ezt is ilyen mozgékony volt kiskorában, úgyhogy szerintem ez ilyen... Próbáljátok itt egymást! Inkább ő rám mutogatok, hogy nem, hát szerintem mint egy átlagos gyerek, minden gyerek eleve szerintem az elején, hogy nem panaszkodunk. Tényleg kicsi plusz mozgás igénye azért van, de nem csak örülünk, inkább ilyen legyen, mint egy újabb sarok. És a napi rendet, hogy tudjátok felasztani, mert azért ugye neked a... A forgatás előtt is beszéltük, hogy ezért nem mindig annyira kiszámítható egy-egy szezonban, hogy mi, hogy hány edzés van. Hogy tudjátok ezt összekoordinálni? Kezdem én azzal, hogy ilyen, hogy napi rend, ez nálunk nem szeretett. A szótárban. Nagyon sokáig, annak ellenére, hogy előtt Zorka megszületett. Komplett tervet készítettem magamban, hogy én mit fogok csinálni, vagy fogom nevelni a gyerekem, ez fenekestől fel is fordult, ahogy Zorka megszületett, és a napi rendet meg igazából lehetetlen volt nálam kialakítani, mert pont a Krisztián hivatása miatt, és az azt követő feladatok miatt rengeteget utaztunk a mérkőzéseire. Zorka is ott volt két hónaposan az Európa-bajnokságon belül Kolozsváron. Szóval ő abszolút felvette a mi ritmusunkat, és locsiba alszik, bárhol gyakorlatilag. Most már azért megvan, mint így átértünk a napi egy arancsról, és még örem, mint én feledékben alszik. Azt próbáljuk legalább a saját tárba. Több-kevesebb sikerre. Nekem meg nagyjából ugyanaz a napi rend. Igazából eddig, amíg nem edzésem voltam, addig pihentem otthon, vagy néha elmentünk így kávézni a csapattársakkal. Most ez annyiba változott, most az a pihenés az ilyen aktív pihenés otthon, hogy akkor az Zorkára, amit tudok, segítek felügyelni, vagy játszani kell vele, úgyhogy kicsit másabb, inkább a... Most nem ez a passzív pihenés, hogy csak fekszem otthon, hanem kicsit most aktívan is pihenek otthon, de azért ez a jobb, így nem lustulok el két edzés között. Igen, mert most sokat beszéltünk arról, hogy Zorka így, meg majd nyilván beszélünk arról is, hogy mi lesz, hogyha megérkezik a második baba is, de egy picit beszélünk arról, hogy mi volt előtte. Sőt, kezdjük egészen ott, hogy hogyan jutottál te odáig, ahol most tartasz. Egyáltalán hogy indult ez egészen kicsi korod óta sporthoz, klasszikus sztori, és aztán meglátták benned a tehetséget, és akkor eljutottál ideig, vagy hogyan történt az egész? Hát mondhatjuk, hogy ilyen klasszikus sztori, igazából egy sportoló családból, akkor ennyi. Én egy sportoló családból származom, hogy apukám labdarúgóval, anyukám kosárlabdázott, és nem voltak egyik irányosak még, mert választani abszolút az én döntésem volt. Először én is focizni mentem el, mikor lett egy kisfiú, aztán az nem annyira tetszett, igazából csak futottunk az edzéseken, amiken voltam az elején, úgyhogy az nem tetszett annyira, és utána elmentem kosarazni, ott pedig igazából mindenkinek volt egy labdája, nagyon sok gyűrű volt, úgyhogy mindenki tudott érvényesülni ott, és az jobban megtetszett az elején, és ott ragadtam, hogy ez engem nem jutott a hosszú. Hát
ez egész biztos a pályafutásodat elnézve, meg az is biztos, hogy valahogy egy kicsit azt érzem, hogy ugyanezt a formációt hozzátok ezekben a bizonyos hétfői családi kosár délutánok vagy kora estékben, amiken egyébként már én is részt vettem a gyerekekkel, és hát egyszerűen zseniális, hogy tényleg valószínűleg azért élvezik ennyire a gyerekek, mert nem egy kötött dolog, nyilván meg a szabad ettől meddig, de azon belül egy játékos formában próbáljátok megismertetni a gyerekekkel, ha jól érzékelem a kosárlabdát. Ők egyébként az utánpótlás is, tehát lehetnek ők majd a későbbiekben akár lehetnek, ők is így van. Mivel ezt ugye Béres Tina a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia vezetője álmodta meg még régebben, még mielőtt az akadémia volt, azért már működött ez a mi úgy hívjuk, hogy babakosár így egymás között, ugye, mert nagyon, nagyon kis babák is vannak. Bocsánat, mert hogy nem volt arra lehetőség, hogy egy csak szeretett volna elérni, kicsit hozomni, kicsit kosarazni, megismerkedni magával a sporttal, az csak klub szinten leigazolt játékosként működött eddig, illetve bárhol máshol az országban. Most persze testnevelés órán lehet kosárlabdázni, vagy vannak ilyen foglalkozások, de ez egy kicsit más, és ez a kezdeményezés, ez sikeres is volt. Igen, most is nagyon sok gyerek van, illetve amikor ez elkezdődött az egész, szerintem már vagy 8-9 évvel ezelőtt, ha jól tudom. Most akkor ugye még többen voltak, és azok a gyerekek most már az akadémiák is haraznak, úgyhogy mindenképpen van ennek folytatása, hogy van jövője, de szerintem nagyon jó dolog, hogy ilyen kisbabák is el tudnak egyáltalán jönni, meg a szülőknek is egy kicsit egy óra szabadság, amíg csak ott vannak a pályán a gyerekek is, és labdáznak, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha nem is lesz belőle később profi játékos, vagy kosárlabdázó, de akkor is ez a mozgás szeretete, meg ezek a sporthoz, a sportnak a szeretete elindul náluk, az lesz szerintem. Meg hát amit ezt is mondott, hogy a puding próbálja az evés gyakorlatilag, és nagyon sok sportágnak ez az egyik rákfenéje, hogy tényleg úgy tudja csak elkezdeni a gyerek, hogyha már abszolút az elején professzionális csapatba és teljes edzésekkel, teljes kötöttséggel és teljes áron, mondjuk úgy, mert ugye ez a kosár, ez a családi kosár, ez azért arról is híres, hogy ez egy ingyenes foglalkozás, és gyakorlatilag bárkit szívesen látok, akinek az ideje úgy helyeti és család. Ez egy nagyon összeges remények, hogy még jó sokáig megtartjátok. Beszéltünk már így egy kicsit a napirendről, meg a gyerekekről, ezért picit mutassuk be azt, hogy élsportolónak, ugye vannak ezek a sztereotípiák, erről is beszéltünk már, hogy ugye elmegy, meccs, hazajön. Hogy lehet ebbe elfáradni? Ebben nem lehet elfáradni. Viszont amíg elmegyek, és amíg hazajutok, abba el lehet azért fáradni. Ugye most nyilván nem a hazai meccsekről van szó, hogyha egy idegenbeli mérkőzést nézünk, akkor úgy néz ki általában, hogy reggel elindulunk, mondjuk buszozunk 4 órát, vagy 3 és felet. Ott ebédelünk, ott van egy ilyen kis pihenőszoba, utána van a mérkőzés, és utána jövünk haza egyből a mérkőzés után busszal, és hogyha, mint ahogy most 2-3 naponta vannak a mérkőzések, akkor ugye mondjuk hazaérünk hajnal 1 vagy 2-re, aznap már ugye edzés van délután, és utána van még egy nap, és a következő nap megint mérkőzés van. Úgyhogy igazából ebben lehet így úgymond elfáradni most, mivel nem panaszkodni szeretnénk, meg vannak ezért ennél nehezebb szakmáknak hivatások is, mint a miénk, csak ez se egyszerű. A meccs része az se inkább testileg, inkább fejben, ott jobban elfárad az ember szerintem. Ezt nagyon követi, nagyon napra kész a te pályafutásoddal kapcsolatban, ez meg hát gondolom a mindennapjaiddal kapcsolatban és a napi rutin miatt. Ez mindig így volt, de te egyébként is ilyen nagy sport szerelmes voltál. Ilyen sokra nem vittem, mint a férjem, de hát most már szinte a legnagyobb rajongója, meg szokolója, meg kritikusa, meg hát minden egyre vagyok én. És Zorka előtt mindenhová utaztam, nem volt, az országon belül nem volt olyan város, ahova sokkal körben tényleg mindenhova mentünk, hiába azért azok is jók is. 4-5 órás utak voltak, de ez egy jó buli volt, többen ugye a csapattársainak a feleségeivel, barátnőivel kirándultunk sokat, meg hát Szolnokon volt ugye a meccse és Isztambulban, mert az nagyon klassz volt. Én el sem tudom képzelni, hogy az ő meccseik
sokat segítenek a nagyszülők. Krisztián szülei is, vagy a szülei mégis elég sokat jönnek, és a meccseken is itt vannak, és akkor ők unokáznak, addig én tudom nézni a meccset, de van, amikor nincs senki. És hát az Orka az nem ül le. Ő megy, és akkor anya is megy utána. Viszont amikor tudja nézni a meccset, az néha behallatszik. Tehát ő azért minket vagy engem valami sérelem mér, akkor azt ő annak hangot ad. Okay. Néha egy-két szót azért lehet hallani a meccsből. Hát de nyilván, ha őt én úgy ítélem meg, hogy igazságtalanság éri, vagy bántják, azt annak hangot kell. Szegény, hát, pont a legkisebbet bántják. Kiszabadul belőlem a igen, mondtátok azt is, hogy a nagyszülők sokat segítenek, de azért ugye egyikötök sem kecskeméti. Egyrészt az a kérdésem, hogyan tetszik nektek a város, tehát hogy érzitek magatokat, amióta itt vagytok. Másik kérdésem, hogy honnan indultatok, hogy volt ez az út, és akkor utána még majd rátérhetünk arra, hogy hogy ismerkedtek. Jó kis pénteki love story-t szeretnénk hallani. Én Bajai vagyok, Krisztián pedig. Én Székesfehérváról jöttem. És milyen közel van teljesen véletlen. Csoda, folytán találkoztunk. A Krisztiánék akkor éppen másodosztályba játszottak, mert kiválás volt, a csapattal kiváltott a régi klubba, vagy ugye hát ez ilyen mondja úgy történet, igen. És akkor ott szabály, hogy nem indulhattak a csoportos keretbe, vagy bajnokságba, hiába volt meg a csapat keret, és akkor a Baja pedig ugye NB1-ben szerepelt akkor a másik osztályban, és mi ott találkoztunk itt a kosármeccsen. Úgyhogy hát akkor még azért legalábbis én nem hát gondoltam, meg hogy ebből így valami komoly, igen, lesz. Aztán hát az élet mást igazolt. Máshova igazolt, másik klubhoz igazolt. Jó, de azért a távolságot ezt valahogy le kellett küzdeni. Igen, Soltvat kertem volt a találkozó, a pincsinkon. A cukrászgában. Nem, nekünk a távolság miatt ugye elég gyorsan történtek tehát én költöztem Kecskemétre rövid időn belül. Aztán minden csak úgy zajlott. És most már itt ülünk, várjuk a másik. Az esküvő és az Orka, most a tesó, úgyhogy nem unatkozom. Ez nagyon szépen kerekedik már. De ez az egész sztori, tehát tényleg azért a sikerek, amik mögött biztos, hogy azért voltak nehéz pillanatok, vagy esetleg kudarcok is, de ez az, ami rajtatok, tehát én ahogy így elnézem mondjuk akár a közösségi médiába való jelenléteteket is, mindig a boldogság, meg ez a nagyon jó balansz sugárzik belőletek. Ennek van valami titka? Hát szerintem nagyon nincs titka, igazából mindig, amikor van valami probléma, azt próbáljuk megbeszélni egyből. Igyekszünk olyan képeket is majd felrakni, hogy veszek, szóval csak akkor nehéz oda. Zorkának légy szíves, adjátok oda. Nem, egyébként hál' Istennek nem jellemző ránk. Vannak súrulások, persze, kapcsolatban. Én mindig mondtam, hogy velem nem lehet összeveszni, mert én azon megbeszéljük, és valakinek van igaza van, vagy nem. Úgyhogy a másik igaza van, én általában igaza szoktam adni. Úgyhogy én nem. Vagy de. Vagy nem. Na kezdjük. Jó, mert akkor én ki is szállok vitámból. Hogy néz ki most a nyaratok? Ugye most először egy kicsit ilyen nagyobb levegőhöz, lélegzetvételhez jutok ezen a nyáron. Úgy volt, hogy tavaly nyáron az Európa-bajnokság után visszavonulok, de aztán még egy meccset játszottam, úgyhogy utána vonultam vissza. A válogatottól, igen. Úgyhogy most egy hosszú idő után lesz egy szabad nyár, amikor nem lesz ilyen edzőtábor, egy hónapos, vagy mindig volt olyan, hogy vagy egy hónap, vagy három hét, vagy több. Úgyhogy most ez az első ilyen olyan nyár, amikor tényleg lehetett így, meg tudtunk így tervezni is előre, hogy el tudunk menni úgy nyaralni mindenhova, ahova szeretnénk, kettesbe is, a babával is, úgyhogy nagyon várjuk. Közben azért ugye itt építkezünk Kecskeméten, úgyhogy azért nem lesz ilyen felhőtlen ez a nyár sem, mert azért vannak gondok, meg más dolgok is, amit el kell intézni, de szerintem mindenki érintve, úgyhogy
Én már nagyon várom ezt a nyarat. Igen, hát ez így, ahogy leírtátok ezt a rengeteg utazást, meg ezt a rengeteg állandó mozgást, azért nem biztos, hogy probléma az, hogy most már van egy kis időszakotok is. A babához nagyon jó egészséget kívánok, és hogyha majd megszületik, akkor most is megígértétek, hogy hozzátok Zorkát, de hát valamiért... Akkor nem ülnénk itt nyugodtan. Valamiért azt választottátok, hogy inkább nem, tehát belőlünk egy olyan időszakot, amikor a Zorka már nem annyira aktív, Oliver pedig még nem annyira aktív, és akkor majd hát kávézzük még egyet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük.